Mozgalmasan telt a válogatott szünet a Fehérvár AV 19 házatáján. A klubvezetés közös megegyezéssel szerződést bontott az eddigi 16 találkozón 10 pontig jutó Adam Kershaynnel, akinek pótlására érkezett Thomas Beauregard. A kanadai támadó korábban megfordult az NHL előszobájának számító AHL-ben, az ECHL-ben, de játszott Európában is, így nem ismeretlen számára az itteni hoki kultúra. A 30 éves játékos a korábban egy szezont Fehérváron töltő Brandon Marino által már Székesfehérváról is szerzett információkat. Korábban játszottam együtt Brandonnal Amerikában. Mielőtt aláírtam a szerződésemet, beszélgettünk a városról, a csapatról, és elmondta, hogy remekül érezte magát itt. Én is élvezni fogom a játékot itt. Támadó szellemű játékosnak mondanám magam, szeretem helyzetbe hozni a társaimat. Emellett persze a góllövés sem áll távol tőlem. Remélem, hogy ezt be is tudom majd bizonyítani. Izgatottan várom a bemutatkozást. A játékos Benoit Laporte hívására érkezett a koronázó városba, és bár a szakember szerint egy kis időre még szüksége lesz, hogy felvegye a tempót, hosszú távon hasznos tagja lesz a gárdának. Nem a leggyorsabb játékos, de nagyon képzett. Egy kis idő kell majd neki, hogy belerázódjon a játékba, mivel kisebb sérüléssel bajlódott a szezonban. De az idő elteltével látni fogják a szurkolók, hogy egy nagyon kreatív és alázatos jégkorongozóval erősödtünk. A tabella 11. helyén álló fehérváriak támadó szekciójának szüksége is lesz a támogatásra. Az eddigi 16 mérkőzésen lőtt 38 gólnál mindenképpen többre lesz szükség a továbbiakban. A kékfehéreknél egyel több találatot jegyez a pénteki ellenfél a Dornbirn. A Vorarlbergiekkel idén eddig egyszer találkozott a magyar együttes. Akkor hazai jégen 5-1-re nyert a Laporte legénység. Azóta azonban sokat erősödtek a Bulldogok. Nehezen indult számukra a szezon, de egy nagyon összeszedett csapatról van szó. A játékosok nagyon jól összekovácsolódtak. Szükségük volt egy kis erősítésre, és megszerezték Brock McBride-ot, valamint Brian Connolly-t, aki egy remek védő. Úgyhogy nehéz meccs lesz, ez biztos. Egyre jobban játszanak, a szünet előtt a Linz otthonában csak hosszabbítás után szenvedtek vereséget. Fontos lesz, hogy fegyelmezetten játszunk. A pénteki találkozó után a Fehérvár Salzburg felé veszi az irányt. Vasárnap ugyanis már a címvédő otthonában vizitál a csapat. A székesfehérvári szurkolók legközelebb kedden este láthatják hazai égen az együttest az Olimpia Ljubljana ellen.